Ez a Sláger reggel. 7:47, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Azt írja nekünk Zsolti, jó reggelt, tegye fel a kezét, aki szintén borzasztóan álmos. Ezt 4:32-kor írta. Ketten. Hát szerintem ketten is vagyunk. Kettőből kettő, azt mondja 100%. De szerintem nagyon-nagyon sokan vannak még így. Bocelli is írt, hogy jó reggelt, Sláger csapat, Bocelli már úton. Valamiért nem tud minket hallgatni a kocsiban. Lehet, hogy a kocsiban van a rádióval valami baj, mert hogy még más eddig egyáltalán ezt nem írta. De várja, utána ott van egy üzenet, hogy nem csak benneteket, más rádiót sem lehet. Ja, akkor ez a baj. Mi történt Bocelli kocsijával? Fejtsük meg egy, próbáljuk meg. Ugye általában ilyen 15 amperes biztosíték szokott lenni a rádiónál, illetve ilyen audio kiegészítőknél érdemes ezt esetleg megnézni. Segítettünk, közszolgálati perceinket hallották. Rozál azt írja, jó reggelt Petra és Tomi, remélem kipihentétek magatokat. Rozál fecske már itt van, és Karesz is azt írja, jó reggelt drágáim, utcú bele, zúzzuk le a hétfőt, pusszantás mindenkinek. Hát milyen jó lenne? Ha hétfő így gyorsan, mint hús, eltenne. Hát ezen vagyunk végül is, úgyhogy szerintem le tudjuk darálni a hétfőt. Pláne egy ilyen hétvége után, amikor még úgy megvan az íve a lendületnek. Hát én láttam, hogy csónakáztatok. Igen. Meg. Igen. Memme kollégánknál voltunk, aki mindig mesél arról, hogy milyen gyönyörű szép helyen laknak, és tényleg, mert hogy dunai panoráma van, tehát a kert az gyakorlatilag a Duna, és elvitt minket kis csónakkal, ja, nagyon szép ilyen kis facsónakkal, isteni volt, nagyon jól éreztük magunkat. Nem estetek be a vízbe? Nem, de belementem. Igen? Én a Dunában még nem fürödtem idáig, és most úgy, igen. Úgy ever? Tehát, igen, soha. A Dunában még nem fürödtem. És most végre ez is volt. Na és milyen élmény volt? Hát erről mesélj. Hát hideg volt egy kicsit a víz, nem mertem belemenni, mert nyilván ez a Dunában nem úszkál az ember, mert ott borzasztó nagy örvények vannak. Azt látod is, amikor mész csónakkal, és ahogy a víz így keverek, kavarog, az elég ijesztő tud lenni. De egy picit azért úgy meglubickoltuk a kis testünket. Előző nap anyukámat elvittem a Velencei tóra, úgyhogy abban is fürödtünk. Az rettenetes élmény volt, tele volt olyan emberekkel, na, akik nem tudtak viselkedni, és üvöltve kommunikáltak a családtagokkal, tehát végre megtapasztaltam azt, hogy amikor elmész mondjuk egy hosszú hétvégén egy olyan strandra, ahol hát nincsen mondjuk még egy 500 forintos belépő sem, és megjelennek azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy üvöltve kell magukra felhívni a normálisan napozni vágyó, strandolni vágyó emberek figyelmét, és csak úgy tudnak a családtagjaikkal kommunikálni, hogy felkapod a fejed, nézel oda, és akkor még inkább tolják. Primitív stílusban azért az nagyon-nagyon durva volt. De ez ott, tipikus igen. Egyébként. Annyira érdekes, hogy elmész egy akár, ahogy mondod, ilyen szabad strandra. Hát az aztán nyilván a csúcsa a dolognak. De hogy úgy egyébként egy strandon olyan alapzaj van, mint hogyha valami fesztiválon lennél, vagy nem tudom mit. És igen. Nem tudom, mit ő. Tehát, hogy ez így generálja magát, hogy csak egy valaki szól hangosabban, akkor én már hangosabban szólok, hogy mondjuk nem tudom, a feleségem hallja, de ez... Igen. Ez az alap, igen, és olyan jól lehet pihenni emellett. Igen, és most az a vércsaft, ami ott volt, de mondjuk jól szórakoztunk, mert utána elkezdtünk mozizni anyukámmal, ti szoktatok ilyet csinálni? Tudod, amikor így elkezded nézni, hogy most ebből mi lesz? Tehát, na ebből most még mi lesz? Igen, és várod. Nézd meg, előveszi a fasírtot a hülyéje. Igen. Mondom, a stílus, ahogy emberek kommunikálnak egymással, elképesztő. Pláne egy családon belül. Szép, miért élnek együtt? Tehát, hogy ilyenkor ez a kérdés vetődik fel. És neked milyen volt a hétvégén? Nagyon jól tett, köszönöm szépen. Csendesen. Csendesen. Kézzed el, lementünk Horvátországba. Na, tök jó. Abszolút zöld zónába mentünk. Nagyon kevés a fertőzés, és nem volt tömeg. Láttam rengeteg fotót, amit megosztottak, de például a Körös partról. Uh-huh. Figyelj, egy gombostűt nem tudsz leejteni, hát annyian vannak. Dolgán, ugyanez volt, így gondolkoztam, hogy ez furcsa ez a... Nagyon kemény. Hát és, tehát, hogy minek milyen veszélye van, azért arról el lehetne beszélgetni, igen. És akkor ott voltatok, és nem volt nagyon durva visszafelé az út, az autópályán? Hát az M7-esen azért néztünk egyet, de nem volt olyan veszélyes, már este ilyen hét környékére értünk bele a csúcsba, egész jól lehetett menni, egyszer-kétszer megálltunk. Nem volt annyira veszélyes. Nyilván korábban ugye sokkal veszélyesebb volt, azt láttam, ugye, hogy ilyen 3,5 óra igen. Mondjuk Szemesről Budapest, úgyhogy azért ennél lényegesen nyugodtabb volt a hétvége. Na, kinek milyen volt a hosszú hétvégeje, hogy tessék megírni nekünk 0630-30-30-95-8. Reggel. 5 perc múlva 6:30, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Zsolti nagyon aranyos, igyekszik ő is segíteni Bocsellinek, akinek nincs adás a kocsiban konkrétan. Ezt írja, ha nem jó a rádiója, vigyel radiológiára. Ó, köszönjük szépen. Oh.
Ignéci Lilla pedig azt írja nekünk, jó reggelt Petra és Tomi, gyertek bátran Gödre a Dunára, itt tiszta a víz, a homoksziget pedig gyönyörű, a folyóvízben az is a jó, hogy a klasszikus stranddal ellentétben itt sokkal kisebb esély van valami nyavaját összeszedni. Nekem itthoni Dunaparti volt a 4 napos ünnep, Gödi Dunaparti, evezés, vízpart, barátokkal közös ebéd, szintén vízparti étteremben és a Dunai naplemente. De jó! Lilla, nagyon jól telt akkor a 4 napod. De ott fent egyébként, tehát a Dunának azon a részén, az csodálatos ott végig a part. Mi szoktunk menni. Rész is, Nagymarost is imádom, ugye ott is azon a parton van szabad strand, és hibátlan. Igen, és szoktam látni a képeket is, hogy ott mennyire jó részek vannak. Mi motorozni szoktunk, képzeld, tavasszal meg össze. Vízen? Nem, Hacsa hanem Isten! Elmenni Gödig, és ott Gödnél van egy nagyon jó ilyen bográcsos hely, és akkor ott nagyon finom ételeket szoktunk enni, de elmegyünk motorral, és akkor úgy haza. De jó. Köszönjük Lilla a tippet. Klári azt írja, sziasztok, szuper 4 nap volt nekem is, balatoni strandolás, hajózás a Kisdunán, kerti sütögetés, ez mind a családommal. De jó. Akkor ez valószínűleg neki jól sikerült a balatoni strandolás. Igen. Tehát még nem egymás lábára léptek, mondjuk. A Balcsin nagyon sok olyan jó hely van, amit megtalálsz, ott leparkolsz, és nincsen tele emberrel. Mi is ugye, amíg másfél hétig a Balatonon voltunk, nem nagyon ültek a szánkba. Hát ez így volt a Velencei tónál viszont. Szerintem ezek már csak ilyen fű alatt mennek, ilyen sugóizik. Ott gyere be, ott a hátsó utca, ott nincs tömeg. És akkor mennek az SMS-ek, hogy hova lehet menni még strandolni, hova tudsz letenni egy zsebkendőt például, igen, a földre. Igen. Igen. Ez a Sláger reggel. 4:43, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Jönnek a hétvégi sztorik. Zsóti azt írja, én betonoztam apósnál, mert megkért. Mire végeztem, meg is jött a sógor. Ha már ott volt, megkérdezte, hogy lecserélném-e az olajat a Romjában. Mondtam az asszonynak, hogy szakítunk és keresek egy árvalányt, mielőtt a családja lelakja az idegeimet. Szegényem. De kemény. Roland ír nekünk, sziasztok, én a családdal évek óta Gárdonyba járok le strandolni. Szerintünk családbarát a környezete, mert mi mindig jól érezzük magunkat, akkor legközelebb nekem is a gárdonyi strandra kell mennem, mert nekem nem volt jó élményem a Velencei tó környékén, de most már láttam, hogy egyébként ott van 10 strand, tehát utólag megkerestem, hogy a másik strandra is átmehettünk volna, de én nem tudtam. Ezt nem ismertem, úgyhogy köszi Roland a tippet, majd legközelebb ellátogatunk hát oda. Hát de végigmész a 10 strandon. Hát nem, de hogy tudod, hát legalább egyet megnézek még is azon kívül, amit ismerek, aha, és akkor nem ért volna olyan trauma, mint ami történt velem. Én nem tudom, de hát de biztos, hogy ott is rengetegen lettek volna. Igen, azt tehát, mondod. Hogy, hát gyanítom. Vagy de... nem tudom, hogy lehet, hogy valami olyan dologra gondol Roland, hogy valami nagyon titkos, tehát, hogy valami... Jó, lehet. Valami, nem tudom, sútjomba ott egy stégen valahogy ki lehet menni, vagy nem tudom. De mert maga a Velencei tó, az meg gyönyörű. Tehát utána, hogyha az Agárdi részen elmentünk megnézni a kikötőt, ott már annyira szép volt a naplemente, meg mindezt megvártuk, azt ott néztük meg. Tehát, hogy ez szép, meg az Agárdi strand is tök jó, ilyen nagyon szép füves. Én nem tudtam, anyukám mondta, hogy hát de ez volt a popstrand régen. Mondom, anya, hát amikor popstrand volt, hát én nem is éltem. És akkor ott mesélt, hogy ott milyen fellépők voltak, mert ott mekkora jamborik, meg minden. De az ott végig egy ilyen szabad strand rész. Igen, és gyönyörű szép, gyönyörű füves rész. Aha. És ott tudod, azért úgy el lehet férni rendesen, mert ott nagyon nagy területen van az az egész strand. De nem ott strandoltatok. Nem, hát sajnos nem. Azt csak visszafelé néztük meg, hogy ez milyen jó lett volna, ha inkább ide jövünk. Igen. Na majd jövőre. Igen. Érdemes felírni a naptárba. Igen. De figyelj, milyen jó dolgotok van egyébként, nem tudom, hogy nyilván étterembe vagy valahová elmentetek. Persze, kajáltunk. Igen. Na hát Kínában például, hogyha bemész egy étterembe, egy bizonyos étterembe, hát nem reklámot csinálunk, de hogy egyébként... Ja, nincs is leírva a neve. Hát akkor talán így egyszerűbb is a dolog, mert hogy ki van rakva egy mérleg, konkrétan az étterem előtt, ami egy ilyen alkalmazással egybe kötve segít abban, hogy te bemész, akkor mit egyél, aha, illetve mennyit. Azt látod magad előtt, hogy ha már étterembe akarok menni, akkor majd megmondanám, vagy megnézném, hogy egy mérleg megmondja nekem, hogy miből mennyit tehetek, nem? Tehát, hát, hogy én éhes vagyok, akkor valószínűleg felrúgnám a mérleget, na, és mennék ugye be. Tehát, hogy én hisztis éhes vagyok. De hát ezt neked nem kell mesélnem természetesen. Én ugyanaz vagyok, igen. Tehát, ja, nem amiatt, hanem hogy te látod, hogy de hát milyen állapotban is, vagyok, amikor én éhes vagyok. Olyan vagyok, mint egy férfi, tehát olyankor elkezdek, amíg nem kapok enni. És egyébként nem annyira jött be az embereknek ez a sztori, mert hogy nagyon-nagyon sokan ki akar
rákattak arra, hogy mi az, hogy ott van egy mérleg, és megmondja, hogy miből mennyit tehetsz. Egészen pontosan 300 millióan kattintottak arra a hashtagre, akik az elégedetlenek voltak. Azért az elég sok. Hát mondjuk Kínában sokan vannak. Igen, de azért a 300 millió az nem jó az étteremnek, ők elkezdték mentegetni magukat, hogy jaj, de hát, hogy ez nem kötelező, szabadon választott, hogy ráállunk a mérlegre, meg hogy aszerint kajálunk. Hát de nem már, ha étterembe akarsz menni, vannak emberek, és ez tök jó, akik azért szeretnek, hogy minél többet esznek. Meg ott van az egész család, és akkor direkt mennek olyan helyekre, ahol befizetsz, és akkor sokat tehetnek. Hát meg az van kiírva, ugye, illetve hát olyan ajánlásokat tesz, hogy például egy 40 kiló alatti nőnek azt ajánlja, hogy ne rendelj két tányér ételnél többet. Mert hogy nem, úgyse fogod megenni, vagy rosszul fog esni. És mi van, ha az a 40 kilós nő most pont hízókúrán van, tudod? És mondjuk, mert hogy vannak olyanok, akik például hízni nem tudnak, nagyon irigylem őket, by the way, de hogy így mondjuk ő hízókúrán lenne, és akkor nem ehet három tányér leves. Hát meg, ha jól esik neki, hát vagy hát ne egye meg az egészet, de igen. Mondjuk három különböző ételt tegyen. Igen. Tehát az oké, amikor a pincér azt mondja, hogy, vagy megkérdezed, hogy és egyébként hárman itt ülünk, akkor ez a kétfős tál például, csárdatál, nem tudom mi, fatányíros, az úgy elég, és akkor azt mondja, hogy hát végignéz úgy... a társaság, és azt mondja, hogy szerintem azért még valamit, aha. Vagy mondjuk legyen. Az addig oké, amikor persze. Megkérdezed, de hogy úgy ő magába azzal indul, hogy te bemész egy étterembe, még a menüt nem láttad, még semmiről nincsen szó, és már megmondja, hogy két tányér étel. És ugye, hogy azért akarják, hogy mérlegelj, hogy legyen lelkiismeret furdalásod. Tehát, hogyha mondjuk ráállok a mérlegre, én általában ilyen 60 kiló körül vagyok, mondjuk 61-2, és hogyha mondjuk aznap 63 vagyok, mert felvizesedtem, akkor ne egyek, érted? És akkor bemegyek, így ülök, korgó gyomorral, mikor már azt vártam egész nap. Hát de tényleg, hát nem már. Ezért, meg hát nincs kedved utána már. Nem, hogy enni, hanem, hogy úgy már az egészhez nincs kedved. Semmi, persze. Én biztos, hogy be nem tenném oda a lábamat. Tuti. Ez a Sláger reggel. 8 perc múlva 7 óra. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Na most már igazi napsütés van. Olyan igen, jó, gyönyörű. Végre kinézni. Egyszer olyan jó lenne, hogyha besütne így reggel így a stúdióban a nap. De mondjuk akkor valószínűleg írtozatos nagy gond lenne. Igen, szerintem meghalnánk, mert szegény Somogyi Zoli néha, amikor elromlik a klíma, és amikor ő érkezik, akkor besüt ide a nap, akkor azért úgy, igen. Ja, én arra gondoltam, hogy konkrétan, hogyha reggel 6-kor besütne a nap, mert ugye olyan a fekvése a stúdiónak, hogy nem süthet be a nap. Hát tehát, persze, hogyha besütne, aztán, akkor valami nagyon nagy gáz lenne. Igen. Igen, valami furcsa, vagy a pólusok mozdulnának el, vagy teljesen mindegy. De egyébként én örülnék neki. Igen. Vagy csináljunk egy kitelepülést a konyhába. Jó. Várja, de oda se süt be a nap. Hát igen, oda nem. Meg tudod, de hova nem süt még be? Nem süt be? A börtön ablakába. Például. Igen, ez igaz. Hát de nem. Uh-huh. Na tessék. Hát jó van, hétfő van. Hát igen. Ilyen állapotban vagyok. Hát most nem kell ezzel meglepődni különösebben. Figyelj. Most ittem egy kis kólát, és a cukor az most itt elöntötte az agyamat. Cukorsokot kaptál? Aha, ja, elöntötte értem. Az agyamat. És ilyen jó ötletek jönnek, hogy a börtön ablakában soha nem süt be a nap. Hát de tény és való. Hát jó, rendben. Hát okay. Figyelj, erről még dalt is írtak egyébként. Tudom, sajnos. Ezt, na, ezt tábortűznél, ezt énekeltük. Mert ugye egyszer néztél rám furá, hogy nem ismerek ilyen klasszikus tábortűzes dalakat, az Ohio, igen, de a börtön ablakában azt ismerem. Na, hát akkor a hírek után Petra elénekli majd az Ohio-t is. És semmit sem énekel. Egy nagy egyvelek kellene. Nem, a hírek után sokkal izgalmasabb témánk lesz, azt gondolom. Hát, mindegy, majd meglátjuk, majd még választunk, de azért én elmondanám, hogy miről lenne szó. Jó, de én lekísérlek szívesen gitára egyébként. Nem, nincs ilyen, nem. A koronavírus miatt a szolgáltatási szférának is nyilvánvalóan alkalmazkodnia kellett az új helyzethez. Tel Avivban vízibicikli mozi nyílt például. Azt láttam videón, nagyon jól néz ki. Kimennek rendesen vízibiciklivel, egy hatalmas nagy vászorra ott vetítenek, csak azt nem tudom, hogy tartod meg a vízibiciklit, mert ugye az vízen van, az mozog. Le kell horgonyozni. Hát, ja, lehet, hogy így oldották meg. Igen. Hát, vagy nem, vagy összekapaszkodtak a vízibiciklisták. Nem, mert azt mondták, hogy ott is tartják a távolságot. Nagyon durva, tehát tényleg egymástól távol voltak a vízibiciklik is. Megnéztem videón. Amúgy tök menő. Értem én a dolgot, hogy mindenki próbál dolgozni, meg valahogy valamit nyújtani, hát muszáj, de hát olyan, ezek azért olyan elmeháborodott dolgok, hogy de hogyan muszáj. Lehet meg... Persze, mert értem. Ott tényleg rendesen be vannak zárva, nem úgy, mint itt nálunk, tudod, hogy azért úgy elmehetsz, nem tudom, strandolni, és lehettek ott 72 000-en a strandon, például, hanem nem annyira. A Angliában például úgy csinálta koncertet, hogy 500 darab különálló ilyen platformon voltak, és ilyen, mint egy karámba tulajdonképpen abban volt a közönség egymástól jól elkülönítve. Uh-huh. Hát azért ez is egy olyan érdekes dolog, hogy ez érdekes, de az jól nézett ki, tehát ügyesen találták ki szerintem.
Az jó, jól néz ki. Ja, hát az ötlet egyébként tök jó, tehát hogy próbáljuk valahogy igen. megoldani a dolgot, de hát valóban elég jó, jól néz ki, meg nyilván megosztották 1 millióban a Facebookon, mert azért mindjárt mi is megosztjuk, igen. Na te, akkor 1 millió 1 most már a megosztás. De nagyon érdekes dolgok történnek, például Los Angelesben is, a hírek után hívjuk ott élő hallgatónkat, Ruha Anikót. Most pedig érkezik Calvin Harris és Dua Lipa, ez a One Kiss. Jó reggelt mindenkinek! Schlager reggel! 4:80, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Találtam neked valamit, Petra. Na, mi az? Figyelj csak. Ez mi? Találtam neked egy alapot, úgyhogy kezdhetsz énekelni. Mi ez? Ez nem mi? Akarod? De ez mi? Nem, hát a börtön ablakában. Ez? Jaj, ez van nagyon rossz. Egy üzenet. Jó, oké. Ez valami szörnyű verzió. Csak gondoltam, hát jó, persze, de hogy hát, ha majd ettől kedvet kapsz, nem, és nem, akkor a börtön ablakában nem. Nem, ilyen unplugged nem, verzióban. Biztos, nem. Nem? Mi befogadjunk? Hogy... én sütöttem kenyeret. Igen. Igen. Mert annyira presszionáltatok, hogy én megsütöttem a kenyeret. Jó, de az nem olyan, mint egy éneklés. Tehát a hangomtól, hogyha én énekelnék, a hallgatóink elszaladnának, és nem akarjuk elüldözni őket. Itt szeretnénk tartani őket, éppen ezért hozunk olyan témákat, mint például a mostani is, mert hogy Los Angelesben él egy drága hallgatónk, Ruha Anikó, aki folyamatosan közvetíteni szokott nekünk, és például most küldött képeket arról, hogy ott hogy oldják azt meg, hogy a szépségszalonok dolgozhassanak meg, hogy mondjuk elmehessenek az emberek spinning órára, ugyanis ott a termek nincsenek nyitva, és éppen ezért kiköltöztek például a parkolókba, Anikó egyébként küldött nekünk képeket, láthatják a hallgatóink is a Sláger FM Facebook oldalán, hogy konkrétan úgy tartja a spinning órát az edző, hogy bent van az üvegfalon túl, és kint pedig az emberek a parkolóban. Szia Anikó, jó reggelt! Halihó! Sziasztok, jó Hello. Reggelt! Ez nagyon durva, ezt hogy találták így ki, hogy a spinninget akkor így kell tartani például? Hát most megszüntették azt, hogy kelljen kültéri engedély, és a rossz hír az az, hogy évvégéig szüntették meg, úgyhogy ez nem néz ki jól így hosszú távon, úgyhogy minden gym, edzőterem, amit tehetek, kitelepült, amilyen módon tudott, ami azért nem kis meló, szóval hát ha belegondoltak, hogy kipakolni az összes súlyokat, az összes gépeket, a minden egyebet, kint megtarthatják, ugyanúgy tartani kell a 2 méter távolságot, maszkot kellene hordani. Igen, az itt a képeden, amit küldtél, egy hölgyön van maszk, igen, a kinti edzésen, azt ahogy látjuk. Ha kintit megnézed, akkor van nekinek ilyen, ezek a műanyag, ilyen, nem tudom, ilyen pajzsok vannak előttük, ami nem tudom mennyivel jobb, de egyikbe se lehet levegő kapni. Főként most, hogy nálunk nagyon melegben, ilyen 37-38 fokokban 80%-os pára. Nem vidám a helyzet. Anikó, és küldtél még arról is képet, az is kim van a Sláger FM Facebook oldalán, hogy a szépségszalon is kiköltözött, amire Tomi azt mondta, hogy ez egy nagyon szép kis tákolmány konkrétan. És ebből minden sarkom van. Szóval ez valami egyébként borzalmas, mert ilyen sátrak, ez egy ilyen borzasztó. Nem tudom, hogy ez mennyivel higiénikusabb az, hogy ez úgy oda van. Hát ez úgy néz ki az egész, mint hogyha ilyen szükségállapot lenne, tehát, hogy ez borzalmasan nézne ki. A körmödnek szépnek kell lennie. Ez tényes való. Nagyon fontos. Ezt gondolom azért találták ki azok, akik a szolgáltatási szférában dolgoznak, mert hogy nálatok nem az van, mint itthon nálunk, hogy már például egy szépségszalomba elmehetsz, hanem most már több hónapja nem, ugye? Sehová. Ugye volt egy pici lazítás pár hétre, és utána újra elkezdtek növekedni a számok drámaian, úgyhogy az éttermek ugyanúgy bezártak, ők is csak kültéren lehetnek. A boltok ugye még nyitva vannak, de a bevásárló központok zárva vannak, azok a boltok lehetnek nyitva, aminek ilyen kívülről van bejárata. Mindenhol maszkot kell viselni, most már picit csúnyán néznek rá, hogyha az utcán nem viseled a maszkot, eddig ez még nem volt olyan vétes. De bárhová bemész, most már a parkoknál is, ahol, hogyha sokan vannak, akkor is kiírják, hogy hord a maszkot. Úgyhogy figyelj, nem amikor, változott és sokat a helyzet, szóval. Hogy bírják egyébként? Hogyan viselik? Mert azért itthon már én azt veszem észre, hogy már egy kicsit mindenki kezd ebből úgy kifarolni. Tehát, hogy ez a jó, most már ennyi, hogy már hónapokon keresztül maszk, meg ezért most már elég, már mindenki most már egy kicsit lazul. Sokan a strandon. Például most már mindegy, igen. Hogy ott van mellett. Tehát, hogy azért hogy bírják ezt idegekkel? Ez nagyon érdekes, mert voltam ma délután pont az egyik beachen, és hát rengetegen voltak, nyilván nagyon meleg van. Nagyon megoszlik a vélemény. Szóval van, aki
nyilván ugyanúgy mindenhol vallásosan betartja, és tényleg amit lehet, és van, aki nem. Most megnézzük a számokat, most a legtöbb eset, az esetek 60%-a a 18 és a 49 éves korosztály közt van. Uh-huh. Úgyhogy ott lazult rendesen a fegyelem. És mióta tart nálatok ez a nagy szigor? Hát mikor kezdődött, az március. Márciusban? Nálatok is? Aha. Hát akkor nem csodálom, igen, hogy kitelepültek, igen, már igen. A konditermek, meg a szépségszalonok, meg oké, nem volt gondolom lehet. Bevételük, és hát valahogy azért csak... Semmi bevételük nincsen. Hát ráadásul, semmi hogyha azt mondod, nincsen. Hogy még ugye egészen az év végéig ez már így marad. Igen. Hát már az eleve az, hogy ugye úgy álltak hozzá, hogy akkor most már minden engedélyt elengednek, nem kell érte fizetni, aha, hanem megadják. Most már engedik, hogy magánterületen, a bekötő utakon, meg ilyen helyeken is kitelepüljenek, akár szépségszalonok, meg edzőtermek, azért ez egy kicsit előrevetítő a nem túl fényes jövőt. Atya ég. Azért ők jól nézhetnek ki most nálatok az utcák. Egyik helyen spinning, igen, a másikon nem tudom éppen kajálhatsz, a harmadikon a körmödet egy sátorba csinálják. Tehát, hogy... azt a képet, hogy van egy bevásárlóközpont, aki azt csinálja, hogy péntektől vasárnapig a bevásárlóközpont parkolójába a boltok kitelepülnek szintén ilyen sátras megoldással. Igen, láttam ilyen ruhák, meg minden oda kirakva, atyaég. És ezek rendes jó nevű boltok. Tehát, azt a mindenit. Nem egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen vásárba kerül az ember, hanem kitutolnak, meg bezutolnak. Az szép. Hát Anikó, kitartást kívánunk nektek is, és nagyon szépen köszönjük a tudósítást, bármi van, hívunk. És köszönjük a képeket is. Nagyon szívesen, bármikor. Szia. Köszönjük, szép napot. Szia. Azért az kemény lehet ezt úgy végignézni, hogy úgy, akár tényleg jó nevű boltok, igen, is kint vannak. De hát annyira faramuci megoldások a végül is, valahogy csak életben maradnak a szolgáltatók. Hát életben kell maradni. Muszáj tehát, nekik, erről szó nyilván, igen, ugyanúgy, mint a vízibiciklis. Mi volt az vetítés? Tel Avivban. Aha, igen, a mozi. Igen. Hát én nem is tudom, hogy még mit fognak kitalálni. Tehát, hogy hogyan tudják megoldani ezt a helyzetet. Vagy még könnyíteni egyébként. Ez a Sláger reggel. 4 perc a fél 8, jót reggelt kívánunk Petrával. Miért jártál te a hétvégén? Így nyelven beszélsz? Szóval megrázom magamat, és már itt is vagyok, régi önmagam, ami mondjuk nem biztos, hogy olyan jó. No, arról beszélgetünk, hogy ugye a szolgáltatók a megváltozott helyzethez hogyan próbálnak alkalmazkodni. Ugye Anikóval beszélgetünk Los Angelesből, aki még képet is küldött nekünk, ezt a Sláger FM Facebook oldalára ki is tettük, ahogy a műkörmösök, illetve hát egyéb ilyen szépségiparban dolgozó szolgáltatók tulajdonképpen kiköltöztek az utcára, és amíg rettenetesen néz ki ilyen sátrak alatt, igen, ilyen össze-vissza mindenféle ilyen fércelt, tákolt valamiben, hát ott próbálják meg kiszolgálni a vendégeket, illetve hát erre van egyedül lehetőségük, úgyhogy így próbálják túlélni. Ugye láttuk azt a képet, szintén kitettük a Sláger FM Facebook oldalára, Angliában, hogyan koncerteznek, azt illetve mondjuk, a közönség mit csinál. Igen, ilyen 500 kalodában, hát platformnak nevezték el, de hát azért valljuk be, hát egy kalodának néz ki konkrétan, abban van a közönség, tehát 500 külön álló kaloda, egymástól megfelelő távolságra, és így lehet élvezni hihetetlen módon a koncertet. Most nekem az jutott eszembe, hogy például hogy lehetne megoldani, hogy még egy kicsit védettebbek legyenek. Tehát például egy ilyen koncertre, ez valami stadionban volt egyébként az a koncert, például csak vízibiciklivel lehetne menni. De várjál, nincs víz ott. Na hát ez az. Aha. Tehát már ilyebből azzal indulunk, hogy vízibiciklivel juss el a füvön. De hogy? Hát ez az. Hát figyelj. Oldja meg, aki koncertre akar venni. Ezzel semmi gond nem lenne, mert például elindulnál a kéróból, fölnyitod a garázskaput, és elindulsz a vízibiciklivel. Igen. És nem jutsz sehová. És rögtön meg van oldva. Ja, és akkor rájött, hogy jó, mégsem akartam koncertre menni. Megvetted a jegyet a, igen, koncertszervezőnek, a teljes stábnak, a zenészeknek. Nyilván a támogatás megvan. Hát te pedig abszolút védve vagy, mert, aha, nem jutsz ki a garázsodból, ez a vízibiciklivel. Mekkora ötlet. Na jó, és figyelj, és ezt országvilág előtt elmondom, én sem vagyok normális. Nem, ez biztos, hogy nem. Mert hogy Tel Avivban, ahogy megoldottak, hogy legalább vízen mész a vízibiciklivel, az tök jó. Na hát, ez nagy ötlet. Hát,
egy kicsit nagyobb, mint szívem menni. Hát fi, szerintem az egy kaland lenne már. Az biztos. Hogyha esetleg a hallgatóinknak is vannak hasonló elvetemült ötleteik, hogy hogyan lehetne még kreatívan megoldani, hogy azokban az országokban, ahol hát még szegények be vannak zárva, valahogy mégiscsak hozzájussanak a kedvenc szórakozási lehetőségükhöz, vagy a szépségszalonhoz, akkor írják meg nekünk SMS-ben. Ez a Sláger reggel. 5 perc múlva 3:48. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Nekem úgy beindult az agyam, figyelj, milliárdos leszek. Na. Biztos vagyok benne. Elutazol Amerikába, igen. És akkor ott megpróbálsz nekik segíteni, hogy hogyan legyenek nyitva például a műkörmösök. Igen, hogy igen. Ne sátrat verjenek, mint ahogy egyébként Ruha Anikó elküldte nekünk Los Angelesből, és a Sláger FM Facebook oldalán kint van, akkor mit csináljanak igen, helyette? Igen, tehát például az szerintem egy abszolút jó ötlet, és egy vállalható dolog lenne, és még van benne egy ilyen kis játék, egy igen. Kis humor is, tehát hogy egy ilyen pajkosság. Igen. Hogy mondjuk egy partvisnyérre arra úgy rácelluxozná a magát az ecsetet, amivel festi a körmöt. És akkor lehetne ez az ügyességi. Az játék. Biztos, hogy ügyességi. Az és ugye megvan a védőtávolság, tehát hogy az éjjett a világon semmi probléma nincsen ezzel. Hát ugye az olaszoknál láttuk azt, egyébként ők is nagyon kreatívak voltak, hogy úgy próbáltak egymásnak adni bizonyos dolgokat, hogyha valami nem volt otthon, hogy ilyen kis kosárkákba belerakták, igen. És akkor csörlővel húzták, meg már mindent építettek az emberek, hogy eljussanak a másikhoz, vagy eljuttassanak valamit a másik. Na, ennél azért nyilván sokkal izgalmasabb úgy mondjuk egy körmöt kifesteni, ja, hogy konkrétan 2 méterre van. Tehát, hogy mondjuk ilyen rövidlátók azért az egy nagy feladat. Drága hallgatóink, akik mondjuk műkörmösként dolgoznak, szeretném, hogy jelentkezzenek és meséljék el, hogy mit gondolnak az én kollégám Viktorin Tamás ötletéről. Már most azonnal lehet csörögni, és azonnal be is kapcsoljuk. 0-30-30-30-95-8. Tehát a parfis nyéllel műköröm festés, műköröm építés, hát azt úgy megnézném, ha valaki arra is ezt gondoltam, bevállalná. Hogy fodrászok például, ugye az is egy nagyon nehéz, és ugye hát ott igen. A kontaktus az nyilvánvalóan megvan. Igen. Tehát, hogy az innen nehéz átlépni. Tehát például, hogyha egy automosóba beköltöznének. Igen. Mert ugye ott egy, hogy megvan ugye a vízsugár, tehát hogy mondjuk úgy is meg lehet oldani, de mondjuk ilyen gőzborotvával is. Igen. Ugye annak már élből van egy ilyen méteres szára, uh-huh. Tehát hogy már onnan gőzborotvával simán le lehetne. És igazából, hogyha kellően nagy a nyomás, akkor onnan már a hajjal nem is kell foglalkozni, tehát hogy lefújja a fejbőről. De mondjuk tételezzük fel, hogy meg lehet mosni. Utána ugye az a gép, ami elindul az automosóban, az aha. Pedig meg is tudja szárítani. És hogy vágja le a haját? Hogy festi be a hát, haját? Hát, hogyha nagyon közel megy a géphez, akkor mondjuk lehet, hogy az ott le is vágja a haját. Igen. És a festés az ilyen festékszóróval? Vagy figye, ezt hogy képzelted el? Ebben a nehéz helyzetben azért ne feltétlen most arra gondoljuk, hogy a hajtöveknél egy kicsit van egy lenövés. Hát azért de, én arra is gondolok, mert jó, az egy na, kicsit. Akkor figyelj, vannak olyan nagyon jó festékszórók, tehát kompresszorral festékszórók. Például az lesz az. Zománc festékkel rögtön még a smink is meg lenne oldva. Nagyon jó. Akkor fodrászok és sminkesek is jelentkezhetnek nyugodtan, hogy mit szólnak ezekhez az elvetemült ötletekhez. Arra is gondoltam például, hogyha Bringo Hintóval mennének koncertre, az is tök jó lenne, mert az is egy viszonylag nagy, tehát ugye ott is a távolságot ugye föl lehet. És egy csomó Bringo Hintóban már tudod hallgatni a zenét is közben. Tehát már hangolódhatsz is a koncertre, ez jó? Vagy hogyha viszel egy Bála Hungarocelt magad igen. Előtt, akkor is ugye az rögtön 1 méter. Sláger reggel! 7 perc van 8 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Azt, micsoda dal volt ez. Bizonyám. Nekem a kedvenc Jacko dalom ez egyébként. Tényleg? Igen. Fú, én nem is tudnék választani, hogy melyik a kedvencem, mert imádom Michael Jackson dalait, és szerintem ezzel nem vagyunk egyedül így. És ezért van egy nagyon jó hírünk, ugyanis augusztus 27-én csütörtökön este 20 órától a Live in Bucharest, The Dangerous Tour dalait hallgathatják meg, ami drága hallgatóink, és olyan nagyszerű slágereket, mint például a Thriller, a Billie Jean, a Beat It, vagy a Will You Be There, vagy a Smooth Criminal, sorolhatnám még. Azért ez elég jó lesz az a koncert. Komoly felhozatal. Igen, a teljes bizony. Koncertet a Sláger koncert keretein belül meghallgathatjuk, úgyhogy nagy bulira készülünk szombat este 8-tól. Csütörtök este. Szombat estét mondtam? Igen, semmi gond. Szóval csütörtök este. Há, mert egy szombat esti bulit hozunk el csütörtökön már. Igen. Pontosan. Hiába, majdnem azt mondtam, hogy elszóltam magamat. Viszont más elszólta magát, ugye azzal kapcsolatban, hogy milyen ötleteim voltak. Hogy hogyan segítek én például a műkörmös szakágnak ugye a koronavírus fertőzés megelőzésében, és Timi azt írja, gyere hozzánk, és próbáld ki milyen 2 méterről kifesteni valakinek a körmét. Na,
mennyi a ti miékhez? Kíváncsi vagyok, milyen lesz ez a parfizsos projektet. Igazából lehet, hogy valaki olyannal kellene kezdenem, akihez mondjuk közel tudok menni, és akkor kipróbálni úgy, hogy egyébként. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy relatív jó kézügyességem van, ez valószínűleg már ott megbukna. De hogy mondjuk két méteres egy igen, bottal, az úgy mondjuk jó, tényleg poén lenne, de elmegyek én szívesen. Tehát kipróbálom magamat, figyelj, hát most nagy kaland. Köszönjük szépen Timinek, hogy reagált erre a csodás felvetésedre. És Gábor az év mottóját megírta, borotváljon meg téged a partvisnyeles Viktorin. Az igen. Hát ott fülek hullanának valószínűleg. Igen, egy jó barbershopba is tényleg elmehetné, azért az is érdekes lenne. Két méter egy bottal, partvissal borotválni valakit. Na igen, de hát nem csak ez a probléma a jelenlegi helyzetben, hogy hogy oldjuk meg partvisnyellel mondjuk a borotválkozást, hanem az allergiásokat is nyilván sújtja a mostani helyzet. Ugye koratavasszal kezdődik a szezon, az augusztusi időszakban viszont megugrik az allergia tüneteitől szenvedők száma. Nyilván köszönhető annak is, hogy erősen allergén növények egyszerre virágoznak, ráadásul a száraz meleg időben jóval magasabb a pollen koncentráció. A hírek után érkezik hozzánk dr. Nékám Kristóf, allergológus, immunológus, professzor is, és bár mi Petrával nagyon jók vagyunk, mert mi nem vagyunk allergiásak, vagy bírjuk legalábbis, arra kíváncsiak vagyunk, hogy a kedves hallgatók hogyan bírják csökkenteni az allergia tüneteit, hogyha hát kínozza őket ez a helyzet, mert hogy ez kőkemény. Én azért látom, vannak ismerősök, akik. Tehát igen, szegények. Zsebkendő, orrcsepp, izé. És hogyha beveszel egy gyógyszert, akkor még le vagy szedálva. Igen. Tehát ez, azért ez egy kemény helyzet. Ez a Sláger reggel. Egy perc múlva 4:09, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Nem csak koronavírus helyzet van most a levegőben, hanem bizony allergia szezon, és az allergia szezon közepén vagyunk. Na de hogy mondjuk van-e összefüggés egyébként mondjuk a koronavírus fertőzés és mondjuk az allergiás tünetek között, vagy mondjuk mivel tudunk segíteni, hogyha az allergia kijön rajtunk piszkosul? Erről kérdezzük dr. Nékám Kristófot, allergológus professzort. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Én is csókolom, jó reggelt kívánok! Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, hiszen azért szerintem a hallgatóinknak is rengeteg kérdése lesz, amire mi nem tudunk válaszolni, és nagyon sokan aggódnak pontosan amiatt, hogy ugye allergia szezon van, ők allergiások, de mondjuk félnek attól, hogyha például tömegközlekednek és tüsszentenek, akkor nehogy azt gondolják, hogy koronavírusosok, és aztán gyorsan elmenjenek mellőlük, mert azért ez is benne van a pakliban most ebben igen, a helyzetben. Ez egy teljesen reális probléma, mert nagyon sokszor a tünetek részben átfedik egymást. Ugye kétségtelen, hogy láz azért nem fordul elő, hogy koronavírusnál gyakorlatilag mindenkinek van legalább az elején valamilyen hőemelkedése vagy láza, és nagyon nagy fokú levertség. Ugye erről ez a kettő az, amit koronavírusnál mondanak. Hát az allergiások, pláne aki már több év óta szenved ebben, annak az a levertség az már teljesen megszokott dolog, és nem is annyira tragikus talán, hogy egyáltalán nem tudja a munkáját elvégezni. Nagyobb veszélyben vannak egyébként az allergiások? Ez egy nagyon jó kérdés, senki nem tudja megmondani. Ugyanis nincsen olyan, hát nem úgy Magyarországra, de a világra vonatkozóan sincsen olyan adatbázis, amelyik ezeket a különbségeket meg tudnám mondani. Én például nemrég olvastam azt, hogy Kínában volt egy óriási, hát ő méretük szerint nem olyan nagy, de hát 400 ezeres fölmérés, ugye, amelyikben azt találták, hogy a koronavírus fertőzöttekben egyetlen egy allergiás nem találtak. Hát ez egész biztos, hogy Magyarországon meg Európára nem egészen így van, de hogy most ez végül is, hogy mennyi a kettőnek az összefüggése, ezt talán akkor, amikor egy kicsit lezajlik ez a járvány, akkor fogjuk tudni majd az adatokból, amelyek vannak. Igen, mert ugye ezt említették, hogy illetve az volt ennek az egésznek az alapja, ugye ennek a feltevésnek az alapja, hogy ugye a nyálkahártya megduzza, nyilvánvalóan ott egy folyamat elindul, tehát hogy ott adott esetben mondjuk a koronavírus könnyebben be tud jutni a szervezetbe. Igen, ezt minden további nélkül el tudom képzelni. Abban nem vagyok biztos, hogy a koronavírus fertőzésnek és az allergiának annyira különböző tünetei lennének, és ez tulajdonképpen nem is igaz, hogy ha valaki mind a kettőt megkapja, akkor a fejére csap és azt mondja, hogy jé, nekem ez is van, meg az is van. A maszkviselés ugye zárt térben azért az allergiásoknak még nagyobb kínszenvedés. Hát, tehát ők most szegények ezt hogy tudják megoldani, mit tudnak csinálni, vagy hogyan tudják egy kicsit enyhíteni ezt a problémát, hiszen a maszkot most már mától ugye még inkább ellenőrzik például a tömegközlekedésen, a távolsági buszokon, tehát mit tudnak ők csinálni? Hát én úgy gondolom, hogy ez azért két különféle szituáció, és mind a kettőt uralni kell, ugye a koronavírushoz mindenképpen kell a maszk, ez világos, de akinek emellett allergiája is van, nem gondolom, hogy annak elég az, hogy a maszk talán kiszűri a pollenek egy részét is. A gyakorló allergiásoknak, akiknek már évek óta van a tünetei, esetleg tavasztól őszig, azért mindenképpen a gyógyszerszedés az ajánlott, mégpedig
és ez talán a koronavírus szempontjából sem mindegy, mégpedig a lokális, tehát az ornyálkahártyának a duzzadását és az allergiás reakcióját csökkentő a helyi kezelés. Ugye antihisztaminokat is lehet, az egy másik megoldás, hát attól függ, hogy kinek milyen tünetei vannak. Hogy hogyan tudnak még segíteni a hallgatóink gyógyszerek mellett természetesen az allergia tünetein, erről is beszélgetünk mindjárt, és esetleg, hogyha valakinek kérdése lenne a professzor úrhoz, akkor bátran hívjanak minket. Ez a Sláger reggel. 9 perc múlva 8:30, jó reggelt kívánunk Pardán Petrával. És Viktorin Tamással. Továbbra is itt van velünk dr. Nékán Kristóf, allergológus, immunológus, professzor. Jó reggelt kívánunk. Szép jó reggelt meg. Régebben volt ennyi allergiás? Ez egy olyan alapvető kérdés, nem? Vagy ebben vannak ilyen kijelentések, hogy már régen nem volt meg ez most, igen, ilyen divat? Hát kétségtelen, hogy az elmúlt években, elmúlt évtizedekben inkább azt lehet mondani, ez körülbelül, ha muszáj lenne számszerűsíteni, hogy körülbelül az 50-es évek óta érezhetően folyamatosan növekszik, és ennek természetesen az hátterét nagyon sokan keresték. És ami egész biztos az, hogy a környezetben a szennyezésnek is mondjuk nagyon sokszor, de ipari anyagok a levegőben, a földben, mindenütt megtalálható számunkra idegen anyagok, még csak azt sem mondanám, hogy szemét vagy pedig hasonló, mert nagyon soknak hasznos szerepe is van az életünkben, csak az ember számára annyira idegenek, mint vegyületek, hogy a normális immunrendszer az feltétlenül valamilyen reakciót kell tennünk, és ugye ezt alá kell húzni, hogy az allergia az nem abból a szempontból igazából problémás, hogy nagyobbak a tünetek, erősebbek, vagy pedig egyre több mindenre van. Az véd minket tulajdonképpen annak a reakciónak, a védekező reakciónak, amelyek a baktériumokkal szemben, vírusokkal, más idegenfehérjékkel szemben megvédenek, mindenki, ennek egy kisiklása. A reakció maga az nagyon hasonlít a szokásos reakcióhoz, csak éppen a célja az, ami a mostani ember szempontjából káros. Ugye ezt azért érdemes hangsúlyozni, hát az 1800-as évek közepétől találtak pollenekre allergiákat, ugye, és azóta írták le, és hát a vezető, kétségtelen vezető allergén az most is valamilyen fajta pollen, ott, ahol egyáltalán vannak pollenek, azért az 90%-a a lakott részének, a földnek, azért azt lehet mondani. Egy hallgatónk azt kérdezi, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy az allergia örökölhető-e? Mert hogy a vejem nagyon kínlódik, és az unokám is úgy néz ki, hogy elkapta tőle az elkaptát, azt idézőjelbe teszi. Igen, na most itt két dolog van. Az egyik az, hogy az allergia mint olyan az nem öröklődik, ha a betegséget mondjuk, a hajlam az mindenképpen öröklődhet, mégpedig érdekes módon a legjellemzőbb az, hogy a testvérek között osztal. Tehát ha az egyik testvér allergiás, akkor a legnagyobb rizikója annak, hogy allergiás lesz a családban valaki, az a testvére. Ugye, de hát a szülőknek, a nagyszülőknek adott esetben az allergiás hajlama, vagy akár az allergiája, mint tünet együttes, az kétségtelen egy rontó tényező, vagy hát egy veszély tényező ebben a szituációban. Ilyen módszereket, amiket ugye az interneten lehet látni, hallani, próbálgatnak az emberek. Például egy ilyen volt, amikor azt olvastam, és nem akartam elhinni, hogy parlagfüvet, tehát valaki úgy próbálta magát kigyógyítani, és állítólag sikerrel, hogy ezt ledarálta, kenyérre kente és megette, tehát a kutya harapás szőrivel módszer elvileg működött nála. Ez lehetséges, vagy csak ezek ilyen városi legendák, hát, amiket kipróbálnak az emberek, és amúgy nem működik? Igen. Én úgy gondolom, hogy azért, amit az ember megeszik, annak a nagy része mégis csak lebomlik, vagy változatlanul kiürült. Igen. Ebből a szempontból nem igazából szerencsés a dolog, de a koncepció olyan értelemben az valóban azt most is használjuk, hogy az immunterápiáknak az a lényege, hogy más mennyiség, tehát mondjuk egy pollennel szembeni immunterápiának, amelyik talán a leghatékonyabb és a legtartósabb módszer, csak hát van egy csomó, nem is mellékhatás, kellemetlensége, például évekig kell az embernek alkalmazni, elvalát kell csöpögteni, tehát a beteg szempontjából egy életminőség rontó, akármennyire is ugye hatékony a későbbiekben, de ezek az immunterápiák, amik nem ebbe az értelemben nem gyógyszerek, hanem ugyanaz a fehérje, ami a tüneteket kiváltja, ha más mennyiségbe, más időzítésbe és más úton kerül be a szervezetbe, akkor alkalmas arra, hogy ezt a kisiklott immunválaszt visszaterelje a normálisba. Tehát az emberbe az allergia helyett egy tolerancia alakult, egy eltűrés azzal a fehérjével szemben, amit mondjuk az elmúlt évben például egy allergiás reakcióval reagált rá, abban az évben már nem. Az immun működése az érzékeli, hogy egy idegen fehérje, de nem kell semmiféle olyan reakciót, ami tüneteket vált ki. Ha van még kérdés, akkor bátran tegyék fel 0630 30 30 95 8, akár
SMS-ben, akár pedig telefonon is hívhatnak minket. Sláger reggel! 5 perc múlva 3:49, jó reggelt kívánunk Kordán Petrával. És Viktorin Tamással. Továbbra is itt van velünk dr. Nékám Kristóf, allergológus, immunológus professzor, és még rengeteg kérdésünk van, és végig a zenék meg a hírek alatt is végig beszélgettünk. Ugye van ez a bizonyos már kimutatott dolog, tehát hogy ez egy működő dolog, ez a keresztallergia. Tehát hogyha valaki mondjuk a parlagfűre allergiás alapesetben, annak bizonyos zöldségek vagy bizonyos ételek ugyanezt kihozhatják. Igen, parlagfűnél például a zeller, vagy például a paradicsom, de nagyon sokféle más is van. Ez abból származik, hogy növénytanilag közös a gyökerük ezeknek a fogyasztott, vagy pedig belélegzett anyagoknak, és a szervezet az nem tesz különbséget abból, hogy milyen forrásból jön az a szerkezet, amelyikre allergiás, amelyik reagál, és még olyan különbséget se tesz, hogy az a szemébe van például a porral együtt az embernek, vagy lenyeli, vagy pedig a bőrére kemi, és ez lesz. Tehát ugye ennek megvan a törzsfejlődési fontossága, ugye, hogyha valami idegen a szervezet számára, vagy az emberi szervezet számára, vagy pláne veszélyes, akkor úgy alakul ki az immunvédekezésünk, hogy teljesen, ebből a szempontból majdnem teljesen mindegy, hogy kerülünk kapcsolatba azzal az anyaggal, ami káros. Ugye lehetőség szerint a bőrön, a bélben, tehát minden olyan szervrészünkön, amelyik a külvilággal kapcsolatos, kialakít valamilyen fajta védekező mechanizmust. És hát ebből ugye az is következik, hogyha valaki több helyen érintkezik mondjuk akár a parlagfű pollenjével ilyennel, akkor egyszerre különböző tünetei lehetnek, hogyha az, ugye például a kötőhártya hullott, például mellé egy allergia is, amelyik a felső légutakban van, de lehet mellette asztma is, és lehet még mellé valamilyen táplálék allergia. Ha ezeken a különböző behatolási utakon ugyanazzal a szerkezetű fehérjével találkozik az ember. Tehát mondjuk ez lehet egyszerre pollen, lehet valami, ami belélegez mellé még, lehet pláne, hogyha a környezet szennyezett a levegő, akkor ez még inkább fokozza a reakciót, és ha valamit megeszik, annak egy része, hogyha nem bomlik el feltétlenül a gyomrába, már pedig általában az nem 100%-osak ezek a bomlások, akkor az emésztő szervrendszerben is kialakulhat egy táplálékallergia. Ez egy teljesen tipikus, és sajnos azt kell mondani, hogy manapság egyre gyakoribb helyzet, ami nem csak attól van, hogy a pollenekben is valóban mindenféle szennyezőanyag fölszaporodik a felszínén, vagy akár a belsejében is, hanem ettől függetlenül is mindenek előtt a levegő ugye annyira szennyezett, és már nem csak az ipari részeken, meg nem csak az országutak mentén, ahol hát 30 évvel ezelőtt mondtuk, hogy na hát azért csak itt van, de azért az ország többi része az mégiscsak víz. Én úgy gondolom, manapság már alig van Magyarországon, de másutt is, alig van olyan hely, ahol a környezet szennyezés ne befolyásolná az embernek az életminőségét, a többi betegségnek a megjelenését, és azért tegyük hozzá őszintén az élettartamát is. És vannak olyan ételek, amik viszont segíthetnek? Tehát amiket, hogyha fogyasztunk, akkor egy kicsit erősíthetjük? Hát én nem gondolom, hogy étellel lehetne. Az immunrendszer, ugyanis az immunrendszer elvileg az ideális helyzetben nem szorul se támogatás, semmire, az pontosan azt csinálja, ami a szervezetnek szüksége van, abban a konkrét környezeti helyzetben. Tehát én azt hiszem, hogy nem, igazából ezt nem kell erősíteni. Ha valaki mindenáron erősíteni akarja, akkor én inkább úgy gondolnám, hogy a vitaminokat, azokat mindenképpen érdemes. Ugye van egy bizonyos fehérje mennyiség, amit azért egy átlag egészséges embernek de minden nap el kell fogyasztania, tehát vegetariánusoknál az egy, akármennyire is úgy gondoljuk, hogy ez egy egészséges dolog, aki egész életében vegetariánus, az biztos, hogy nem tudja azt a fehérje mennyiséget, amire szüksége van megenni, hát ezért hát nem tudom, izomrendszernek esetleg az izom tömege esetleg kevesebb, szóval mindenféle más szempont is előfordulhat, de hát én úgy gondolom, hogy ugye nem kellene manipulálnunk, nem kellene célul kitűzni azt, hogy manipuláljuk az immunrendszernek a működését, mert ezzel a legjobb esetben is csak ugyanott fogunk tartani, ahol anélkül lennénk. Volt esetleg olyan betege, aki elment önhöz, és azt mondta, hogy ő már mindenki, és ő nagyon okos, de hát mégsem sikerült kigyógyítani magát az allergiából, úgyhogy eljött azért, had egy esélyt a doktor úrnak. Mert azért a Google világában, amikor mindent megnézünk, hogy mi mire jó, néha mi is belefutunk abba, hogy nagyon-nagyon meg tudjuk gyógyítani. Ő magában milyen kellemetlen lehetne, amikor már az ember tényleg mindenki parázs oda esik a lábtörlőre, hogy professzor úr segítsen. Igen, hát ugye itt először azért mégiscsak, aki így jön, annak nem nekem ad esélyt, hanem saját magának. Pontosan. Kezdjük mégiscsak a reális helyzettel. Igen. Na most
Az ilyen betegeknél valóban az átlagnál talán kicsit több időt igényel, mert érdem, ugye a környezetét is egy kicsit ismernünk kell, és hadd mondjak olyan dolgokat, hogy például ha egy lakásban egyszer egymás után egyre több allergiás van, akkor aznak nyilván valahol a lakásban persze. is van, ugye, vannak tényezői, és ezeket érdemes, egy konkrét betegnél is érdemes megbeszélni, hogy milyen például van-e padlószőnyeg, hogy hányan vannak, hogy a rokonok között, a közvetlen vérrokonoké között vannak-e mások is allergiások. Ezek mind olyan rizikótényezők, amik valószínűsítik azt, hogy ha valaki egy ilyen tünet együttesen jön, hogy valóban allergiás, mert azért nem biztos, hogy valaki válik hasonló tünetek, olyan feltétlen allergiája lehet. Ugye egy csomó minden más felső légúti probléma például előfordulhat, és akkor érdemes az embernek meg azzal is tisztában lennie, hogy mire hajlandó a beteg. Ugye, mert nagyon sokan azt mondják, hogy hát én majd bekapok egy tablettát. És akkor majd mondjuk, az jó lesz. Hát ezzel a beteggel érdemes megbeszélni azt, hogy ettől nem lesz semmi se jobb az égvilágon, csak előbb-utóbb még abba is csalódni fog, hogy még azt az egy nyomorú tablettát is bevegye, mert az se fog, pláne végképp nem fog segíteni egy krónikus megbetegedésen. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Köszönöm én is. És reméljük, hogy tudunk segíteni a hallgatóinknak. Bízunk. Most az allergia sláger. Igen, egyébként igen. Hát ez micsoda lezárásod. Professzor úrnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt volt velünk. Köszönjük szépen. Szép napot. Ez a Sláger reggel. 7 perc múlva 9 óra. Jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Kivágtam magamat, belebonyolódtam, de kivágtam magamat. Tehát hiába az óra, az mindig egy nagy fejtörés. Nem baj, a lényeg az, hogy túl vagy rajta. Meg a lényeg az, hogy hétfő van, augusztus 24-e, és a mai napon is szeretnénk köszönteni valakit, aki a napembere lesz. Ugye a napemberére úgy lehet jelölni, ami drága hallgatóinknak, hogy mondjuk a szeretteik közül, hogyha esetleg van valaki, aki születésnapos, névnapos, vagy mondjuk házassági évfordulót ünnepelnek, akkor őt kiválasztják, megírják nekünk a sztorit, mi pedig felhívjuk majd telefonon. És hát nagyon-nagyon jól szoktak ezek sikerülni, nagyon sok megható üzenetet is kapunk, úgyhogy szeretnénk ma is egy ilyen történetet. És milyen jó, hogy említetted, hogy házassági évforduló, mert ma vagyunk 2 évesek a Dórival. Komolyan! Bizonyám! Oh! Megtapsolom az én drága kis feleségemet. Hát akkor kihasználom a lehetőséget. Ti már lehettek a napemberei. Így van, na jó, de hát azért más is szeretnénk megtapsolni. Természetesen szerintem még sokan vannak, akik akár házassági évfordulót ünnepelnek ezen a szép nyári napon, vagy mondjuk születésnaposak, vagy mondjuk a szomszéd születésnapos, akár még ez is előfordulhat. Vagy szeretnénk meglepni a kedvenc tanárnéniüket, a gyerekek, mert már készülnek az iskolára, vagy esetleg mondjuk a kedvenc fodrászukat, őt is lehet jelölni 0630 30 30 95 8, de természetesen ott van erre a Sláger FM Facebook oldala is. A gyerekek most téged nagyon megutáltak. Miért? Miért? Mert én mindig a hidegrázat. Nagy ma várd az iskolát, tudod, és mindig, még egy nap van, ne beszéljünk róla. Nem, de róla. Kedvenc tanárod neked is hát volt. Hát jó, azt így volt. Így van. Ez a Sláger reggel. 8 perc múlt 9 óra, jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Online konzultációt indít a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Fejlesztési Központ a Gellért-hegyi jövőjéről. Tény, hogy azért van ott dolog, illetve lehet mivel foglalkozni. Na de, hogy milyen átalakítások lesznek a Gellért-hegyen, már is elmondja a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatója, Vitézi Dávid. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! Mi lesz a legnagyobb változás, amit szeretnétek? A Gellért-hegy egy egészen egyedi adottság a Budapestnek. Kevés város van, ha egyáltalán van olyan a világon, amelyik egy ilyen egyszerre UNESCO világörökségi védettségű, országos természetvédelmi védettségű közparkot, hegyet birtokolhat a város történelmi középpontjában. Ehhez képest, hogy milyen adottságokkal rendelkezik a Gellért-hegy, és mekkora természeti és városképi értékei vannak, ehhez képest az állapota néhol azért messze elmarad a lehetőségektől. Azt látjuk, hogy egyrésztről jelentős környezetszennyezést okoz az, hogy turisztikai csúcszezonban, ugye az idei év ebből a szempontból kevésbé kritikus, de azért valószínűleg a tavalyi helyzet meg fog ismétlődni előbb vagy utóbb újra Budapesten, és rengeteg turista lesz újra. Ilyen időszakokban napi több száz turista busz megy föl a Gellért-hegyre, és okozott ott élőknek is szennyezést, és az oda látogatóknak is. A közpark pedig, hát jócskán hagy kívánni valót maga után. Számos olyan helyet találunk a Gellért-hegyen, ahol a kilátópontokról nem lehet már kilátni, a korlátok töredezettek, a burkolatok töredezettek, hiányzik a szemetes, hiányzik a pad. Nem nagy dolgokról van szó, de mégiscsak az, hogy egy egyébként 39 hektáros, tehát óriási közparkot Budapest szívében ahhoz méltó módon tudjunk használni, amekkora értéket jelent számunkra,
budapestiek számára és az ide látogatók számára is, ahol jelentős beavatkozásokra van szükség. Ez a munka indul most el, és valóban a kormány és a főváros ebben együttműködik. Kürés Balázs államtitkár irányításával a Budapest Fejlesztési Központban mi, és a fővárosi önkormányzat szakértői Barzóti Sándor főtájépítész úr vezetésével közösen együttműködünk abban, hogy hogy megkérdezzük első lépésben a budapestiek véleményét arról, hogy mit is szeretnének ott, mik a legfontosabb problémáik, milyen funkciókra, milyen közparki berendezésekre, kialakításra van a leginkább igényük. Hogy lehetne kivitelezni azt, ugye említetted a buszforgalmat, ami valóban egy eszméletlen mértékű lett már, ezt hogyan lehetne kivitelezni, hogy ugyanúgy természetesen a turisták fel tudjanak látogatni a Gellérthegyre, de mégis valahogy a buszforgalom is meg legyen oldva, mert ugye ott az Attila út környékén egyébként is rengeteg busz szokott állni, de tehát hogy átmenő forgalom, tehát tranzitforgalomról van szó, vagy fel is mennek, ezt hogy lehetne megoldani? A cél egyértelműen az, hogy a turistabuszok ne tudjanak felmenni a Gellérthegyre, legyen megtiltva az, hogy turistabuszok felmehessenek a hegyre, és ehelyett a turisták számára is, de egyébként a budapestiek számára is egy új lehetőség nyíljon arra, hogy környezetbarát módon, környezetterhelés nélkül meg tudják közelíteni a Citadellát és a Gellérthegyet, ez pedig az új Gellérthegyi sikló elképzelése. Oh, de jó, amely, ez jó hangzik. Szerintem szuper lenne. Aha. Ugye ez lényegében egy olyan sikló lenne, mint a budavári, csak talán picit nagyobb kapacitású és kinézetében, hangulatában egyel vagy kettővel korszerűbb. És ez a Tabánból az Erzsébet híd budai hídfőjétől indulna, átbújna a Hegyalja út autóforgalma alatt, és aztán a Gellérthegy oldalában haladna föl egészen a Gellérthegy tetejéig. Nem bántva a Citadella és a Szabadságszobor és a belvárosból nézve a Gellérthegy látványát. Ebben a kérdőívben, amit most a budapestiek számára készítettünk, és várjuk szeptember 15-ig mindenkinek a véleményét a közösségitervezés.hu/Gellért címen található kérdőíven. A siklóról is megkérdezzük az emberek véleményét, hogy mit gondolnak, egyetértenek-e vele, van-e bármilyen javaslatuk vagy ötletük ehhez az elképzeléshez. És dolgozunk azon a fővárossal közösen, hogy ez a sikló valóra is váljon. A kormány 1,5 milliárd forintot biztosít arra, hogy mind a siklónak, mind a közpark rehabilitációjának az előkészítése megtörténjen. Hát akkor buzdítsuk mi is a kedves hallgatókat, hogy tessék, lehet véleményt nyilvánítani. Szeptember 15-ig így van. Elmondani mondjuk az ötleteket, igen. Vitézi Dávidnak, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójának nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönjük, szép napot! Szép napot, szervusz! És természetesen, hogyha mondjuk valaki kitöltötte már ezt a kérdőívet, akár lehetne a napembere is. Például, na, igen. Na, milyen jó ötleteim vannak, 0630 30 30 95 8. Sláger reggel! 8 perc múlva 9:30, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Tudod-e, hogy milyen névnap van? Nem, fogalmam nincs. Hát az a baj, hogy ilyen se. De megnéztem. Úgyhogy a Bertalanok, illetve az Alízok és az Albertek is ünnepelnek ma. Tehát őket is lehet jelölni napembere címre. Így van, de természetesen nem akarjuk kirekeszteni a szilvánuszokat, illetve a taksonyokat. Nagyon jó. Igen. Sokan lesznek szerintem. A taksony az férfi név, ugye? Igen. Jó, akkor nekik mondjuk nem kell virágot venni, úgyhogy milyen praktikus, mert például fel lehet köszönteni őket adásban és a napembere címre jelölni. Ez a Sláger reggel. Nagyon jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Elérkezett a nap fénypontja, kérem szépen, mert hogy Petra elénekli a Börtön ablakába című ópuszt. Nem ez a napunk fénypontja, hanem hogy köszönhetjük a napemberét. De hogy ki legyen a napember, ezt már is megmondja nekünk Tündi. Jó reggel! Szia! Sziasztok! Ki neked a napembere, Tündi? Hát nekem a napembere a férjem jelen pillanatban, mert ma ünnepeljük a 29. házassági évfordulónkat. Azt a mindenit! Hát Isten éltessen titeket még nagyon sokáig együtt. Nagyon köszönjük. Mi volt az elmúlt 29 évben a legjobb pillanat? Ha gyorsan fel kell idézned valamit. Hát abból nagyon sok volt. Hát talán a kislányunk születése volt a legcsodálatosabb. Hogy hívják a kislányotokat? Rebekának hívják. És a te férjed ott van melletted esetleg? Igen, itt van. Akkor egy picit átadod neki a telefont? Hú, nagyon szégyellős ember. Mutogat, hogy nem akar. Tényleg, legalább a hangját hadd halljuk. Szia Attila! Szia Attila! Hello, sziasztok! Szia Attila! Örülünk, hogy azért halljuk a hangodat. Figyelj, neked mi a legcsodálatosabb a feleségedben? Mi az, amit a legjobban szeretsz benne? Mindent. Ez a legjobb válasz. Így van. Vagy több 29 éve együtt. Igen. Nagyon sok boldogságot kívánunk nektek! Nagyon szépen köszönjük! Még annyit mondjatok el, hogy mi a mai program, hova mentek ünnepelni?
Akkor már én vissza is vettem. Ma itt kezdünk a Bekecs utcában, a Csokoládé Múzeumban. Oh! Egy fejedelmi túrán veszünk részt. Nagyon helyes. Jól teszitek. Aztán a kislányunktól kaptuk ajándékba, délután lesz egy VIP mozivetítés nekünk. De szuper. Egy Michelin csillagos séf fog nekünk főzni. Úgyhogy igen, úgyhogy ezzel folytatjuk, és aztán egy nagyon szép szállodában töltjük itt fent Pesten a házasság évfordulónkat, és aztán holnap utazunk vissza, mert mi győriek vagyunk. Ó, hát, kérem tűnik. Szépen! Csodás igen. napot nektek! Fantasztikus! Nagyon szépen köszönjük! Nagyon köszönjük! És sok-sok évet együtt! Így van! Köszönjük sziasztok. Szépen! Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! De jó ezt hallani, Tomi! A mi 5. házassági évfordulónk 29-én lesz, a ti másodikotok most van, úgyhogy jó ezt hallani, hogy 29 év után is valakik ennyire szeretik egymást. Igen, nekem azért most fel van adva, lesz elég rendesen a mai napra. Michelin csillag, szálloda, szálloda, szökőkút, minden. Sláger reggel. 6 perc múlva 10 óra, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Befutott a stúdióba Somogyi Zoli is. Aki nagyon kipihent, ahogy látom. Jó reggelt. Hogy ne? Szervusz. Mindig. Egy karika nincs a szemed alatt. Pedig már reggel voltam forgatni, hagyjál, a 6-kor keltem. Ne szivass. De, nem szivatlak. És mit csináltál 4 napig, hogy ennyire kipihent vagy? Hát nem aludtam. Sok minden, de nem aludtam. Na jó, hát akkor nem kell aludni. Ez a tanulság. Ez a ilyen jó fogunk kinézni. 4 napja nem aludtam. Nézd rám. Van valami a levegőben. Az, van ahogy, valami. Igen, már dalszövegírásra is adtuk a fejünket itt. Tomi, hogy lebarnult? Igen. Hát, igen. Vagy a fehér póló miatt? Szerintem a fehér póló miatt barnultam le. Nem, igen. Hát azért az barnának. Az meg piros. Nem kicsit. Igen. Tényleg van valami a levegőben. Na jó. Úgy csinálunk, mint a tavasz lenne, pedig nem, már nyár vége van. Nem tudom, hogy kell. Így. Erre gondoltál, nem? Zoli, neked meg tök jó a bőrkarkötöd. Még sose láttam rajta ilyet. Tök jó. Meg volt a körbe nyalás mindenkinek? Igen. Nézd itt is, milyen jó a bőröm. Te is lebarnultál. Nincs webkamera, ugye nincs. Valaki nem akar bejönni még a stúdióba? Most ilyen szabad dicséret. Gyertek be, buli van! Igen, mindenkit megdicsérünk, mindenki jól néz, mindenki szép. Tök jó, hogy ilyen pozitívan. Hát így kell kezdeni, hát de nem. Igen, milyen jó. Igen, Zoli most kezd dolgozni, már pihenünk. Így, menjünk is. Ez tök jó, igen, menjünk. Ennyi? Ennyi. Zolikám, további jó rádiózást kívánunk. Kösz. A viszonthallásra, holnap reggel 6-kor jövünk. Csak. Viszhall.